Sziasztok! Spamberg, ez pedig itt egy újabb Baok. rész a mai elképesztő sztikus 203. vicces Minecraft Baok részben ismételten egy új szerkezetet mutatok be nektek. Na mit szóltak, mennyire változatos lett hirtelen a vicces Minecraft Baok? Ne aggódjatok, ez nem fog sokáig tartani, szerintem a következő résztől már nem lesznek ennyire Változatosak a szerkezetek, de semmi probléma, ez lehet, hogy csak egy kis hint a jövőre vonatkozólag. Viszont amit itt láthattok, az a mai egyszerű kis szerkezetünk. Mi az, ami itt látható. Látjátok, hogy gyakorlatilag van nekünk itt egy egyszerű kar, egy három blokk magas építmény, ami egyébként. Az én kedvencemből, a vésett homokkőből van, amelyik creeper fejes, szóval azért az csak sokat dob a dolgan. Körbe van véve üveggel, és itt van az road, ami most már gyakorlatilag egy pár rész óta uh, szerepel itt, és a, hogy is mondjam, az attrakció lényegét alkotja, a velejét. Uh, viszont a mostani részben semmi durva, dolog, nem lesz, ami, amihez gyors jel kéne, vagy bármi ilyesmi. Egy nagyon egyszerű, ám mégis szerintem nagyon hatásos vagot szeretnék nektek bemutatni. Na de mi is lehet ez, amiről ilyen szinten beszélek, és amit ennyire köntör falazok. Hát megmutatom nektek. Itt van ugye ez egy ártalmatlan blokknak tűnik. Ám bátor, hogyha mégis ráspanoljuk a creepert, akkor mi történik, srácok? Na mi történik? annyi történik, hogy szépen bele tudjuk spawnoltatni ezzel a technikával a creeper gyakorlatilag magába a blokkba, és nem csalás, nem ámítás, tényleg benne vannak, mint látjátok. Szóval oda spawnol az összes, ami azért szerintem nagyon brutálisan Durva! Szóval, ha gyorsan itt állítok egy difficulty nullát és difficulty ezek akkor látjátok, hogy ez nem, 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 csak véletlenül sikerült, hanem tényleg, hogyha arra a blokkra bárhová rákattintok, és az itt a nagyon kemény benne, hogy elméletileg ugye erre a blokkra spawnolom, és mivel itt van az endroot, ezért nem tud gyakorlatilag a Creeper ide, erre a blokkra spawnolni, hanem automatikusan egy blokkal följebb spawnol, de ott meg itt van gyakorlatilag maga a ragacsos dugattyú, azaz a Sticky Piston, és a Sticky Piston lesz az, amiben ők spawnolnak, tehát még így is gyakorlatilag egy blokkban spawnolnak. Azért ez, azért ez mennyire durva már. Te meg itt ne keménykedjél nekem, légy olyan kedves. Szóval nagyon-nagyon durva szerintem, hogy egy ilyen egyszerű módszerrel csak megfelelők őket és szimplán uh, felszpannoltatjuk az összes creepert. És ugye azt ugye mondom se kell, kétszer mondtam, hogy ugye ez semmi probléma. Uh, hogy nem lehet innen őket uh, kiszedni, tehát ők kvázi innen nem tudnak maguktól kiszökni, tök mindegy, hogy mit csinálunk. A klasszikus uh, összeglitchelős, bagolós téma pedig itt is látható. Uh, úgyhogy... Szerintem ez egy nagyon hatásos rész, uh, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha bármilyen bugötletetek van, akkor lent a leírásban megtaláljátok a Facebook oldalamat, illetve az e-mail címemet ide, nyugodtan küldhetetek a bugötleteteket, illetve hogyha lent hagyjátok a videó alatt kommentbe, azt is nagyon megköszönöm, úgyhogy tényleg köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek ezt a részt, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!